Nagymenyük önkormányzata sikeresen pályázott a területi operatív programban az iparterület infrastruktúrális fejlesztésének és elérhetőségének előmozdítására. A 80 millió forintos összegből tovább épülhetett az az út, mely könnyebben megközelíthővé teszi a közel 600 embernek megélhetést biztosító övezet gazdasági egységeit, és a tervek szerint végkifejletében közlekedési alternatívát kínál majd, tehermentesítve a városközpontot az ipari fejlődés okozta környezeti terheléstől. Örülök annak, hogy ez a 10 éves város azokat a célokat, amiket ezzel a 10 évvel megfogalmazott, azokat a célokat nagyjából tudta teljesíteni. A célok nagy részét a polgármester úr fogalmazta meg, sokszor a megfogalmazással és a célokban való bízással is egyedül maradt, de kellenek ilyen emberek is, mert ha minden, és mondjam, víziója, ahogy alelnök úr mondta, nem is teljesült, de azért nem baj, hogyha nagy mértéket vagy elképzeléseket állítunk, mert hogyha abból egy kevés is megvalósul, azért ez is egy óriási előrelépés. Az ipari övezet víziója ma már kézzelfogható eredmény, és Nagymányok a térség gazdaságában meghatározó tényező. Mindehhez bátorságra és hitre volt szükség, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A város az elmúlt időszakban több mint 1,5 milliárd forint összegben kapott, vagy nyert különböző pályázatokon, és természetesen egyéb más pályázati források még rendelkezésre állnak, illetve újabbakat is nyert ezen kívül. A beruha, vagy a fejlesztések még nem készültek mind el, folyamatban vannak. Ez a mai átadás is bizonyítja azt, hogy meg lehet találni a számításunkat vidéken, és nem csak mindig Budapestben, nagyvárosokban kell gondolkozni, hanem akinek képzettsége van, tehetsége van, az itt is nagyon jól meg tud élni, és a szülőföldjén is tud boldogulni. Úgy gondolom, hogy minta lehet a többiek számára is, akik hasonló környezetben, illetve településen élnek. Egyébként nem egyedülálló, bár az én körzetemben igen, hiszen a legkisebb városról van szó. Én azt gondolom, hogy csak a fejlesztésben lehet mindig gondolkozni, és az előre menekülésbe, és így akkor mindig van jövőnk. Orbán Attila Attolna megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, hogy a megye a területi operatív program forrásait nagyon jól használta ki, és országosan is élen jár a fejlesztések területén. Modern korban van egy gyorsasági verseny is, és én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ők szerencsések, hogy hamar felébredtek, kezdeményeztek, és már elindultak. Biztos, hogy előnybe lesznek azokhoz képest, akik majd ezután fognak valahol ipari parkot létesíteni. Szerintem az ilyen kezdeményezésekre nagy szükség van, és mondjuk Nagymányok szempontjából szerintem előny az, hogy még jó idejében elkezdték. Most biztos, hogy át fog sok minden alakulni megyei szinten, hiszen országosan is a legnagyobb magyar beruházásnak nézünk elébe. Én éppen Paksról jövök most, a Telepaksnál beszélgettünk elnök úrral, és az utolsó kérdés az volt, hogy milyen lesz a megye és a paksi beruházásnak a viszonya, és szerintem nagyon sok megyei vállalkozás fog kapcsolódni ehhez meg a beruházáshoz, és valószínűleg meg kell találjuk azokat a kapcsoló pontokat, hogy az egyes vállalkozások hogyan tudnak erre a fejlesztésre ráépülni, hiszen Paks 2-ben nem csupán csak a megyét, hanem az egész régiót szeretnénk fejleszteni, és azt hisszük, és azt reméljük, és azért dolgozunk, hogy tényleg egy egész regionális, több megyére kiterjedő fejlesztést tudjunk ezáltal elérni, és reméljük, hogy ez dinamizálni fogja azokat a már meglévő vállalkozásokat is, akik már elkezdték itt a termelést, és nagy lehetőségük lesz éppen a beruházás meg a fejlődések által a tevékenységük növeléséhez. A megbízhatóság és az eredményesség hozta az ipari övezet töretlen fejlődését. Ma ott tartunk, hogy egymást vonzák ide a vállalkozások, és lassan megvalósul mindaz, amit egy évtizede megálmodtunk, mondta a település polgármestere. Hát ez egy fontos állomás ennek a fejlesztésnek, ami 12 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elhatároztuk, hogy Nagymányokon újraipar lesz. Itt most egy ilyen
20 és 40 hektár közötti területen vagyunk, ahol eddig gyakorlatilag önkormányzati fejlesztések zajlottak. Ez az első olyan jelentős támogatás, amit kaptunk a fejlesztéshez, ami már nem saját erőből van. Az utat folytattuk, tehát tavaly előtt az első szakaszt megépítette az önkormányzat saját erőből, saját kivitelezésbe. Most nyertünk egy kis pénzt, ugye az infrastruktúrális hálózatot, utat, járdát, csatornát, vizet bővíteni kellett, hiszen a hátam mögött lévő területen is építkezés kezdődik a közeljövőbe, tehát muszáj az infrastruktúrákat tovább folytatni. A végcél az az, hogy elérjük a kismányoki bekötő utat, hogy a teljes teherforgalmat a nagymányoki lakott területről ki tudjuk zárni. Ez elengedhetetlen volt a nagymányok fejlődéséhez, hiszen azért a munkaerő nagy része elment nagymányokra, mert nem volt hol dolgozni. Most ott tartunk, hogy ha egy órával előbb jött volna a stáb, akkor látom, hogy 6 busz állt bent és hozta az embereket, vitte az embereket. Tehát most kezdünk küszködni a munkaerő hiánnyal, ami egy jó állapot, én úgy gondolom, hogy ez volt a cél. Még egy eladó területünk van, ami még önkormányzati tulajdonban van, a többi az nem tudom, hogy folytatható-e. Ennek gátja lesz a munkaerő hiány, illetve hát a körülöttünk lévő területek már magántulajdonban vannak, onnan még talán csipkedni lehet néhány hektárt, de igazából én úgy gondolom, ha ez most megtelik élettel, mindaz, amit eladtunk, akkor ez a nagymányok életéhez elégséges.